Kiábrándítóan alakult a 2021-es év az Aston Martin csapata számára, így a Silverstone-i Istáló idén mindenképpen javítani szeretne. A forma egy új technikai szabályai pedig erre minden lehetőséget meg is adnak Sebastian Fetteléknek. A brit csapat csütörtökön tartotta új autójának bemutatóját, az AMR 22-es kódjelű versengé pedig rendkívül izgalmasra sikeredett. Az Angliában megtartott autó bemutatón az Aston Martin tulajdonosa Lawrence Stroll köszöntötte a megjelenteket, illetve azt a rengeteg rajongót, akik a közösségi oldalakon figyelemmel tudták kísérni a prezentációt. A kanadai üzletember leszögezte, határozott céljuk van, mégpedig a győzelem a Forma 1-ben. Stroll szavai után nem kellett sokat várni a vadonatúj versenyautó leleplezésére sem. Az AMR 22-es tetőtől talpig megújult elődjéhez képest, és míg a Red Bull nemrég lényegében egy kamu autót prezentált a nagy érdeműnek, addig az Aston Martin megmutatta azt, amin az elmúlt év során kőkeményen dolgozott. Az új versenygép első szárnya négy elemből áll, az első felfüggesztés pedig a hagyományos tolórudas, dupla lengőkaros megoldás, az úgynevezett bárcsbordok -ok eltűntek a 2022-es 1 autókról, az Aston Martinon azonban maradtak csűrőlapok, melyek legfőbb feladata, hogy a forgó keréktől érkező áramlatokat elszeparálják az oldalszekrények belépő élétől. Az autó oldalszekrénye, illetve a légbeömlők különösen szembetűnőek. Az oldalszekrények egyébként az idei autókon hosszabbak, mint a korábbiakon. Ha ugyanis leszorító erőt kell generálni a padlólemez alatt, akkor muszáj maximalizálni a felületet. Az Aston Martin a V6-os erőforrást, a váltót és a komplet hátsó felfüggesztés is a Mercedes-től vásárolja. Utóbbi egy hagyományos vonórudas megoldás akár csak tavaly. A csapat az idei évre nem változtatott versenyzői felállásán, így Lance Stroll csapattársa továbbra is a négyszeres világbajnok Sebastian Fettel lesz. A legtöbb leszorító erő a padlólemez alól jön majd, szóval másképp kell majd beállítani az autót, és jó eséllyel másképp is kell majd vezetni. De hogy mennyire, azt majd meglátjuk. Azt hiszem, egy kicsit még türelmesnek kell lennünk. Az elképzelés nyilván az volt, hogy az új szabályokkal javítsanak a versenyzés minőségén, de majd meglátjuk. Az első versenyen talán még nem kapunk tiszta képet, de pár futam után már látni fogjuk, mi a helyzet. Hogy milyen teljesítményre leszünk képesek, az attól is függ, hogy hogy állnak a többiek. Mi elvégeztük a házi feladatot, megtettük, ami tőlünk telt, aztán majd meglátjuk, mire lesz képes az autónk a többiekéhez képest. A 23 esztendős Lance Troll hatodik szezonját kezdi meg a Forma 1-ben. Igen, csak rutinosnak számít tehát ő is. Fetten lesz hasonlóan, abban bízik, ütőképesek lehetnek 2022-ben. Azt gondolom, nagyon merdek lesz a tanulási görbe idén mindenki számára. A tekintetben, hogy hogyan állítjuk be az autót, hogyan vezetjük azt. Egyfajta tanulási folyamat vár ránk a szezon első felében. Korai még az esélyekről beszélni, nem igazán tudjuk, hogy is állunk, hiszen nem voltunk még pályán sem az autóval. A barcelonai testen talán már lesz némi elképzelésünk, és persze az első versenyen kiderül, hogy hol is állunk, de magabiztos vagyok, keményen dolgoztunk a tél folyamán, szóval meglátjuk, mit tehetünk. A kollektív tesztelés február 23-án kezdődik Barcelonában. Az Aston Martin azonban már 11-én pénteken pályára viszi vadonatúj autóját silverstone hiszen a brit pálya a csapat gyárának szomszédságában található. A 2022. évi Forma 1-es világbajnoki sorozat március 20-án rajtol majd a Bahreini nagy nagydíjjal.